azt kell mondani, egy nagyon régi kivitelezés volt a kultúrát belsején. Az aljzat azt nem is tudom hány tíz éves múlttal rendelkezik a falak, és mindig ugye ezek a javítsunk, ide húzzunk egy kábelt. A múltról mesélgető Attila Siolgárd polgármestere. Azt mondja, nem lehetett tovább várni a műfáz teljes rekonstrukciójának befejezésével, mert hiába festettek kívülről, hiába korszerűsítették az energetikai rendszert, a ház jelen állapotában már messze elmaradt a kor követelményeitől. Arról nem is beszélve, hogy a funkciós terek is hiányoztak. Az új színpad az ebbe a pályázatba, és egy másik pályázatba pedig már azt kell mondani, hogy a reményeink szerint azért el fogunk jutni, hogy technikailag is fejlesszük a kínálatot, a kultúrász kínálatát. Közt álmaink közt ugye szerepel egy mozinak nevezhető eszköz is, amivel ugye akár hivatalos vagy ilyen ártmozi kategóriába is részt tudnánk venni. Emellett a belső átalakításnak köszönhetően alkalmassá válik a ház arra, hogy párhuzamosan több rendezvénynek is helyet biztosítson. A beruházás megközelítően 20 millió forintba kerül, amiben a berendezések cseréje is helyet kapott. A tervek szerint a decemberi rendezvénysorozatok már a megújult házban zajlanak, Siolgárdon.